A közútkezelő főszervezőként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosított kesztyűt, zsákot és láthatósági mellényt. Az idei országos személygyűjtési akció első állomása ma reggel a 41-es főút körforgalma mellett volt. Az önkéntesek és a közmunkások a szeméttel borított területet próbálták megtisztítani. Ez egy országos szemétszedési akció, és mi, mint önkéntesek csatlakoztunk hozzá, mint Emisszió Egyesület önkéntesek. Célunk az, hogy megszüntessük ezen a területen a hulladékot. A belvárosban is szemétszedési akció indult. A hulladékgyűjtés célja figyelemfelhívás a tiszta környezet fontosságára, a természet megóvására. A példamutató kezdeményezéshez Nyíregyháza középiskolásai is csatlakoztak. A Kossuth téren a gyűjtéshez szükséges eszközöket átvehették az iskolák képviselői. Szükség van arra, hogy ugye tavaszodik, Nyíregyháza megújuljon. Én sokat járok, gyarok, hát leginkább itt a belvárosba, és látom, hogy azért lehetne mit tennünk, hogy még tisztább legyen Nyíregyháza. Másrészt meg a Dórával, a diákpolgármesterre, amikor találkoztunk, megkérdeztem, mi volt a választási programja, és mondta a környezetvédelem és a tiszta Nyíregyháza, és akkor mondtam, hogy ez nagyon jó, mert ez engem is foglalkoztat, és én tervezek egy ilyen személygyűjtést, nem csinálhatnánk együtt. Azt mondta, hogy nagyon szívesen, úgyhogy ezért most a diákokkal együtt szedjük a szemetet. Kovács Ferenc polgármester is megkapta a kesztyűt és a zsákot, majd a diák polgármesterrel a belvárosban gyűjtötte a hulladékot. Volt egy ötlet. Az ötlet az, hogy tisztítsunk meg Nyíregyházán a környezetet és a köztereket, és ehhez polgármester úr felajánlotta a segítségét, hogy vonjuk be a Nyíregyháza középiskoláit, és együtt közösen a diákokkal mindenki a saját iskolájának a környezetét takarítsa meg. A nyíregyházi középiskolák egymás között felosztották a belvárosi tereket, és intézményük közvetlen környezetében is szedték a szemetet. A későbbiekben kukásautók gyűjtik össze valamennyi helyszínről a megtelt zsákokat.